Több mint 12 millió forintból épült Baromfi vágópont Tiszadobon, közölte a település polgármestere az átadó ünnepségen. Bán György hozzátette, a nagyközségben 4 éve működik önkormányzati mintafarm program, amelyben közmunkásokat foglalkoztatnak. Tavaly 8,1 millió forint haszonnal zárták az évet, idén augusztus végéig ez az összeg már 5,2 millió forint volt. 85%-ba a vágópontot közmunkásokkal hoztuk létre, és hát ennek a bérnek a közterhe is szerepel ebbe a beruházási értékbe, és mindenképpen az az összeg, amit dologi támogatásként a vágópont építéséhez kaptunk. Tehát gyakorlatilag, ha úgy mondom, hogy idegen forrásból vagy startközmunkás programos forrásból egy 6,4 milliót fordítottunk a vágópont építésére, és a farmon megtermelt jövedelem részt visszaforgatva, ez 5,4 milliót szintén, 5,4 milliót tesz ki. A vágóponton 4 főt foglalkoztatnak majd, akik a farmon termelt, valamint a lakosságnál tenyésztett baromfikat teszik konyhakészé. Ezeknek az eszközöknek a segítségével naponta akár 150 szárnyast is levágnak majd. A munkások először közfoglalkoztatottként dolgoznak majd a vágóponton. A tervek szerint azonban egy idő után már a létesítmény termeli ki az alkalmazottak bérét. Tiszadobon az 1800 fős lakosságból közel 200-an dolgoznak közfoglalkoztatottként, de a program sokat javít a megyében a munkanélküliségi rátán. A kormány jövőre ezért még nagyobb forrást biztosít erre, közölte Vinnai Győző az átadó ünnepségen. 2017-es költségvetésben 340 milliárd forint lesz erre, az idén 325 milliárdot használ fel erre a kormány, és országosan mintegy 200-220 ezer embert sikerül bevonni ebbe a programba. Én azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, vagy ebbe a Szabolcs megye nyugati részébe nagyon fontos ez, hiszen nincs annyi cég, nincs annyi munkahely lehetőség, amely lehetőséget adna az itt élő embereknek. Éppen ezért a közfoglalkoztatásban vannak ilyen létszámok, és én beszélgetve az emberekkel azt látom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne segélyt kapjanak, hanem munkából, jövedelemből éljenek meg. A vágópont átadása után nyílt napot tartottak a mintafarmon. Az önkormányzat következő terve egy kicsi, de minőségi tejfeldolgozó üzem létrehozása.